Édesapja emlék előtt tisztelegve szervezi meg fia évente az Urai Attila labdarúgó emléktornát. Az idén harmadik alkalommal február 8-án megtartott sporteseményen Szerencs, Szerencs 2, Tája, Sárospatak, Onga, DVTK U18 együttesei léptek pályára a Szerencsi a sportcsarnokban. Az A csoportban Diós Győr U18-as csapata Szerencs és Tája együttese mérkőzött meg, míg a B csoportban Sáros Patak, Onga és Szerencs 2 gárdája mérte összetudását a labdarúgópályán. Az elődöntőt Szerencs és Onga játszotta, a házigazdák 3-2-re bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. A döntőben Szerencs Sáros Patak csapatával lépett pályára, a mérkőzés 5-5-ös végeredménnyel zárult, melyet büntetőkkel Szerencs együttese került kigyőztesen. A torna legeredményesebb játékosa a szerencsi Kramcsák Dávid lett. A harmadik urai Attila labdarúgó emléktornát szerencs csapata nyerte.